Történelmi háttér a magyar királyság török alóli felszabadulása, amelynek közvetlen előzménye a Szentliga létrehozása volt. Az európai török uralom felszámolását célzó szövetség 1684-ben 11. Ince pápa diplomáciai erőfeszítéseinek eredményeként jött létre a Habsburg Birodalom, a Lengyel-Litván Unió és a Velencei részvétellel, melyhez később csatlakozott Oroszország, a Bajor, a Szász és a Brandenburgi választófejedelem is. Sőt, titokban a török függésben lévő erdélyi fejedelemség is. A pápának sikerült azt is elérnie, hogy 14. Lajos felfüggessze az éppen elkezdett Habsburg ellenes háborúját, így biztosítva lett Franciaország semlegessége. A most kiállított hónap műtárgya az egy leletegyüttes, tehát nem egy darab tárgy, hanem egy viszonylag kis helyen előkerült, sokféle leletből álló együttes. Elsősorban ennek a vezérlelete az a jó néhány ólongolyó, ami előkerült. Ezek nagyobb méretű ólongolyók, mint általában ebben a korszakban voltak. Ez körülbelül 17-12 mm nagyságúak ezek az ólongolyók, illetve mellette jó néhány ilyen ruha, illetve cipő csat került elő. Ezek közül is kiemelkedik egy zsabó csat, ami a nyakban hordott ilyen melfodornak az összetűzésére, összefogására szolgált. Ez három csatpecekkel lett rögzítve. Ez annyira unikális, hogy Magyarországon ebben az időszakban, tehát az 1600-as évek végén ez nem nagyon jellemző, főleg nem ilyen vidéki környezetben. Ugyanis a leleteket elemezve az derült ki, hogy ez jó eséllyel az 1686-os török elleni hadjáratnak a leletei. Pontosabban a megyében már csata események vagy hadi események nem történtek, hanem Buda 1686. szeptember 2. visszavétele után a sereg vonul le a Duna mellett, a jobb parton, és Tolna megyét is érintik ezzel a kivonulással, vagy hát a török üldözésével. Törökkel nagyon már, ahogy mondtam, hadi esemény nem történt, viszont időnként meg-megállnak, táboroznak, és Fad és Gerjen között is van egy tábor, három napig vannak ott szeptember 17-e és 20-a között, és ennek a tábornak a nyomát sikerült felfedezni fémkeresős leletkutatással. Ez egy mocsári tábor volt, ami érdekes, hogy miért a mocsárban szállnak meg. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, itt találtak élelmet a lovaknak, ugye legelni való füvet, illetve tudjuk, hogy a török, ahogy kivonult, felégette maga után a területet, és itt ezt a mocsaras részt, ugye ez nem került felégetése, tehát itt volt esetleg még bármilyen más növényzet is, termény, gabona, amit ugye fel tudtak használni a katonaság ellátására. Mindezek alapján egyértelmű, hogy a bajorok szállása környékén kerülhettek elő a kiállított leletek, ráadásul két kisebb területről nagy koncentrációban, ami akár egy-egy sátorhelyhez is köthető. A bajor sereg táborának területéről kerülhettek elő ezek a tárgyak. Ez onnan tudjuk, hogy készült hadmérnökök feljegyzései alapján egy térkép sorozat, és a térkép sorozat nagyon pontosan mutatja, hogy hol voltak ezek a táborok, illetve hogy a különféle hadtestek, csapattestek hogyan állomásoztak egymás mellett, és az ott kerülhetett elő. A golyók mindenképpen olyan golyók, amiket majd későbbi felhasználásra szántak, tehát ki akarták lőni, ezek itt elvesztek a mocsárban. A ruhacsat, meg ilyesmi, a pénz, mondjuk előkerült két 14. Lajos korabeli félékű névértékű pénz, 1660 és 62-es dátummal, ezek pedig ugye fizetőeszközként használták, jó fajta ezüstpénz volt, tehát ezt maga a sereg hozta magával, és valószínűleg valakinek kiesett az erszényéből, zsebéből, bárhonnan. Tehát igazából nem tudjuk személyhez kötni, ha magához a hadsereghez, illetve a bajor táborban megszállókhoz köthetjük ezeket a leleteket. A Gerjen melletti táborhoz hasonlóan további területeken sikerült megtalálni a Szentliga katonáinak nyomait. Tolna határában az aktuális térképlap segítségével Ódor Péter lokalizálta a táborhely egy részletét, ahol Kátor Gábor vezette múzeumbarát fémkeresős csapat bizonyította is a sereg valamikori jelenlétét. Bölcske és Madocsa térségben is kerültek elő hasonló leletek a keresztény had táborozásának helyéről. Van egy múzeumbarát fémkeresősből álló csapat, akiket be tudunk vetni ilyen esetben, vagy együtt, vagy pedig megfelelő szabályzás mellett önállóan mennek ki fémkeresőzni, és természetesen a leleteket megfelelő módon dokumentálva, GPS koordinátával jelölve beszolgáltatják azonnal, illetve hogy olyan leleteket találnak, akkor csak a mi jelenlétünkben távolítják el ezt a földből. Tehát van egy ilyen csapat. Igazából ezt nekem volt szerencsém megtalálni saját
keresés, kutatás során. Nem célzottan mentem ide, nem ezt kerestem, egy másik lelőhelyet, és végül is ez egy vakszerencse volt. Sokszor egyébként így van, hogy véletlenül bukkanunk egy-egy ilyen lényegesebb leletre. Ennek tényleg az az egy lényeges, kiemelkedő jelentősége, hogy teljesen gyökértelen a magyar, ebben az időszakban a magyar leletanyagban, mert ez egy nyugat-európai leletanyag, és néhány napnak az eredményeként került oda. A kiállításra visszatérve tervezzük mindenképpen egy ilyen úgynevezik ezt a közösségi régészetes kiállítást. Azokat a tárgyakat szeretnénk kiállítani, amit az elmúlt 5-6-8-10 évben a közösségi régészet, tehát a múzeumbarát fémkeresősök segítségével találtunk, illetve maguk ők szedték össze, találták, hozták be. Sok esetben nem csak erről szól egyébként a közösségi régészet, hanem utána is néznek a tárgyaknak, segítenek a restaurálásában, a feldolgozásában, segítenek ásatásokon. Tehát sokrévű ez a meló, és hát ennek a megkoronázásaként szeretnénk egy ilyen kiállítást valamikor a közeljövőben létrehozni. Világos tehát, hogy ezek a tárgyak a korabeli, főleg a vidéki magyar viseletekre egyáltalán nem jellemzőek. Így a nyugatról jött katonák hagyatékaként kell rájuk tekinteni.